Hello, sziasztok, hogy mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és az Everton lesz a következő ellenfelünk, akik ott vannak mögöttünk, ugyanannyi pontszámmal, mint mi, vagyis rajtunk kívül ők az egyedüli 100%-os csapat a bajnokságban, úgyhogy rangadó lesz. Ezen fog múlni, hogy most ki fog a tabella élén állni a következő forduló után. Jobb oldalt pedig az látható, hogy Aubameyang végre feliratkozott a góllövő listára, méghozzá egy mesterhármassal tért vissza, itt lehet látni is. Mondjuk másik öt embernek is ugyanannyi gólja van, de akkor is ott van elő. És ott van egy Bowen is, akit valószínűleg a West Ham-től igazolt az Everton, úgyhogy erősítettek. Legalábbis úgy látom. Itt pedig jobb oldalt Enyesri. Vagy hogy kell ejteni. Őt is ezek szerint leigazolták, nem is tudom, talán a Sevillától. Na mindegy. Mindegy. Nézzük a naptárunkat. Ugye augusztus sikerült tökéletes hónapra lezárnunk. Bár ez nem az a szokásos hónap volt, hiszen csak három meccs volt a augusztusban. Itt meg rögtön kapásból már a duplája 60, tehát nem volt végül is annyira nehézkes. Na de, mind a három meccsen három gólt szereztünk, és a három meccs alatt csak egy gólt kaptunk, ami teljesen jó. Bárki tudja, lehet az Everton a három meccs alatt ilyen ellenfelek ellen nyert, mint a Manchester City, Liverpool, vagy Chelsea éppen. És akkor lehet, hogy mi annyira büszkék nem is lehetünk, hogy jobb a gólarányunk, hiszen mi ilyen gyengébb csapatokkal játszottunk. Na de, most az Everton ellen játszunk, utána három nap pihenő is. BL mérkőzés idegenben a Real ellen, utána kettő nap pihi, megint idegenben a City ellen, utána pedig egy Norwich elleni kupa, amiről nem is tudtam, és szintén idegenben, szóval zsinórban három meccset fogunk idegenben játszani. Na igen, itt a Liga kupa harmadik fordulójába csatlakozunk be, ahogy szoktunk, úgyhogy itt majd a B keret bizonyíthat. Nagyon szuper. Jó. És a B-keret is most már úgy, ahogy be van állítva. Na de. Kezdjük akkor szerintem. Na, Martinelli fejlődött. Meg ahogy látom, Smith-Rowe is. Tök jó. Viszont Busquets, ő úgyis nagyon ismeri a Reált, hiszen sokat játszott ellenük. Őt pihentetni fogom. Helyére jöhet Xhaka. És Lacazette-et is behozom. Próbálom forgatni a csapatot, ahogy mondtam. Bellerinen is, Tomiasson is, itt most gondolkodok, hogy mi legyen. Hát nem tudom. Bellerin szinte sokkal jobb mindenbe. Szerintem szükség lesz rá Bellerinre, úgyhogy itt hagyom a kezdőbe. Na, akkor szerintem kezdhetjük is. Nem tudom, van-e még itt valaki, akire... Ó, Monluis is fejlődött szerintem. Ja, még igen, egy csomó játékos itt rakadt, sajnos, rajtunk. Mert ugyan küldték a kölcsönajánlatokat, de bénáztam, és nem nagyon akartam fizetni a fizetésüket. Azt akartam, hogy aki kölcsön veszi őket klubok, ők állják a nagyon nagy részét. Ez meg nem tetszett a többi klubnak az edzőjének, úgyhogy elküldtek a fenébe, úgyhogy rajtunk ragadt egy csomó játékos. Viszont ahogy bezárult az átigazolási időszak, sikerült igazolnunk ugye egy játékost Adama Traoré személyében. Ó, Saka is fejlődött, tök jó. Úgyhogy őt már itt lehet látni a padon, itt van. Brutális gyorsasággal. Na, most már tényleg kezdjük. Na, az Everton is 4-2-3-1-ben fog felállni. Pickford a kapuban, Pedraza, Sanchez, Mina és Manafa, Kamara, Ducoré, Iwobi, Kamada és Bowen, és elő pedig Enyesri, ahogy láthattuk is. Ja, meg nekik benyomunk egy vendégmeszt, és utána most már tényleg kezdhetjük. Na, gyerünk! Jaj, Hummels a kapitány. De miért? Ja, igen, hogy Aubameyang helyére beraktam Lacazette-et.
Átváltotta a csapatkapitányt, basszus, na mindegy. Igen, itt egy kis beharangozó. Társul a második ellen. Na, gyerünk. Megpillantjuk a Evertonnak a cseréit, vagy ne? Mondjuk James Rodriguez nincs ott a izébe. A kezdőbe. Még igazából nem is értem, hogy minek volt ez a csatárigazolás, amikor ott van Richarlison és Calvert-Lewin is. Lehet, hogy őket eladták? Nézzük már meg a padot. Ott van-e valamelyik? Vagy mindkettő? Na nézzük. Haladjunk, haladjunk. Most úgy most már kezd érdekelni. Na. Ez vagy először a mi kezdőnket mutatja, amit tudunk. Mert mi vagyunk otthon. Jaj, de zavar, hogy Hummels a kapitány. Még amúgy vezéregyéniség is, és... És így lenne rá. Na mindegy. Itt a mi kis kezdőnk. Zahánk ugye sérült, ezért van ott Martinelli. Ott a pad. Na, nézzük az Evertont. Jó, ezeket ugye tudjuk. Igen, igen. És ott van Bowen, igen. Iwobi. Begovic, igen. James ott van. Correa. Keane, Townsend, Rondon. Correa-t talán Interből igazolhatták, akkor még egy csatárt igazoltak. Meg ott van Rondon is. Ajaj. Akkor Richarlison meg... Calvert-Lewin az már nincs itt. Ez már nagyon gyanús. Lehet amúgy a előző idényben is már megtörtént az átigazolás, és még láttuk is, és beszéltünk is róla, csak teljesen elfelejtettem. Tehát simán benne van. Azaz. Ez így annyira nem jó. Főleg, ha nem is arra vált, akire szeretném, az úgy... Még zavaró is. Bellerin. Huha. Volt baj. Kérem szépen, volt baj. Ott volt Rafa Benitez. Bowen a szögletnél. Jó. Lenoé. Dobnám Tierneynek, ha tudnám. Azaz. Martinelli lefut mindenkit. Ebből semmi nem lett. Blokkolnak mindent. Én meg ezt odaadom. Ajaj. Jó. Iwobi. Volt játékosunk. Kamara. Iwobi. Na. Ezért adtuk el. Hát ez számunkra nagyon fontos információ volt. Na, Leno már kapja is a labdát, úgyhogy végezzük is el a kirúgást. Jó. Ez az. Hát ezt nem kéne erőltetni. Na, fussál már, Csaka! Ebből gólt kapunk, én szívbajt kapok. Hál' Istennek nem. Ez az. Ott valaki nagyon indult. Párti még hozzá. Na, volt lest, nem volt? Gól. Nem fújják a lest. Nem fújják, ez egy null. Lacazette ismét gólt szerez. Na, jó lesz ez így, hogy
ha Aubameyang van, Han Lacazette itt gól születik. Na, elindultunk az úton a első hely felé, hogy megtartsuk. Kamada, Dukori. Hámez nem tudom miért nem kezd egyébként. Pepe, gyere, gyere, gyere. Pedraza. Jajjaj. Gyerünk. Jó volt Csaka. Na. Ez az. Íj, ez lehet kicsit hosszú. Ó. Azt hittem megbírjuk zavarni, hát annyira nem tudtuk. Kamada. Taichi Kamada. Beérintse lassú. Úgyhogy nem lesz könnyű elfutni, hál' Istennek. Ezért jó, hogy most Tomiasu helyett. Vagy na, hogy nem Tomiasut hoztuk be kezdő 11-be, hanem megtartottuk ott Beérint. Á, nem ment az a passz. Hűha. Hát az kipókálózta. Ez így probléma. Góllal debütál. Hát nem lesz ez olyan könnyű. És most már 2 gólt kaptunk. Bajnokságban. Hűha. Nem sokáig vezettünk, az biztos. Csaka. Igen, első gól. Az első meccsén. De jó, hogy visszaszereztük. Az igen, Sanchez. Na. Nem. Jó. De akkor fussál, könyörgöm. Hihetetlen, hogy egyfolytában jönnek. Jó. Így már azért jobb a helyzet. Van amennyire. Hűha. Na itt hogy fogunk nyerni, srácok? Hummels. És elveszik, hát hihetetlen. Ez az. Pepe. Hú, de jön Iwobi. Igen. Azaz. Jó. Lőj már! És mit csinál? Hát elengedi a labdát. Még duplázhatott volna, és kellett is volna az a gól. Ez elakadhatott volna pártiba, nem haragudtam volna érte. Iwobit nagyon indítgatják. Rátában, hogyha szembe kerül Beyer innen, akkor ott rögtön le is passzolja, nem próbál meg átjutni rajta. Hű, bóven. Szöglet. Jó. Lénoé. Na mindjárt lefújják a fél időt. Jó, vissza. Nem tudunk mit kezdeni vele. Azaz, Pepe fut! Fut! Ott is van! Csaka is az első meccsén kezd! Bebombázza. Pepe, hál' Istennek, el tudott futni, érkezett Csaka. Dur. Na, ezt már szeretem. Most már le is fújhatják a fél időt. Vagy még nem? De. Jó. Jól fog kezdődni a második fél idő, az biztos.
Jó. Bellerin majd lehet le kéne hozni, hogy a Real ellen kezdhessen. Jajjaj. Ajaj. Ne. De ez mi? Bowen már 4 gólos, de... Istenem. Normális gólokat lövünk, ők meg ilyen... Hagyjuk is. Jó. Na. 2-2, hát hihetetlen. De ilyen gondol ez meg még hihetetlen. Pártinak mióta van sárgája? Nem akarták volna közölni? Na mindegy. Párti. Nicola Pepe. Azaz. Na. Mi történt? Jeles. Hűha. Pedraza. Ó. Kamera. Ivobi. Na, most megpróbált áttörni. Megpróbált áttörni Bellerinen, hát nem sikerült. Ójjaj. Nincs Bellerin helyén senki. Pepe van. Na. Azaz. Nagyon jó. Hát ez fantasztikus, hogy odajött a testével. Jaj, de jó. Na, nézzük már. 60, aha. Jó. Lehozom. Bellerin kell lenni fog a Real ellen, az biztos. Na, Ivobi is kap egy sárgát. Az igen, az csúnya volt. Hummels az fejel mindig, ha jön felé a labda. Azaz. Ez mi? Lakazettnek akartam. Hát nem tudom, ez... Ezzel most így mit akart? Na, Tomi, az ugye erre? Townsend. Jött be, talán Ivobi helyére. Nem. Ez hihetetlen. Nem, felfoghatatlan. 59, 64, Ödegaard. Marad az Everton 100%-os? Na, gyerünk! 20 percünk maradt, és most már nagy a baj. Jó,
gyorsan. Azaz. Hát ez hihetetlen tírni. Jó, semmi. Van baj, kérem szépen. Nekünk kéne támadnia. Hűha, Manafá. Persze így kell leszerelni, hogy kimenjen a labda. 60, 62, 60, 63. Jó. Ide kérünk egy bisszumát. Bowen Lyon, helyén Hames. Mondjuk, hogyha szélre cserélik, az annyira nem nagy baj. Pártinak úgy is volt egy sárgája. Gyerünk már! Jó, hogy szabálytalankodtam. Aha, jó tudni. Nem igaz. Ez az. De hát hihetetlen, Csakának akartam. Az is húzós lett volna, de akkor is neki akartam. Jó. Na, ne tarts fel! Jaj, ez miért lőtt? Nem akartam, hogy lőjön. Nem nyomunk annyira, amennyire szeretném. Rondón, a pályán. Nagyon jó. Ne. Hihetetlen, hogy minden ilyen jól sikerül nekik. Na, senki nem jön. Ajaj, Ducoré. Nem. Leno, hatalmas védés, kérem szépen. Pedraza. Te nem csak ára vált? Na jól van. Ez hihetetlen. Hűha. Itt van baj. Ez se sikerül. Kamada. Gyere. Kamada. Tierney, gyerünk. Az csúnya volt. Na, azért. Nehogy már. Hát hihetetlen. Fújják már le. Nem. El kell fejelni. Még tírni is el tudta. Hűha. Benitez. Hát ez szomorú. Ez nagyon szomorú. Everton az első. A
I've just got a couple of questions I want to ask you about the match. No. No further question. Thanks for your... Azt a mi a fene? Micsoda bajnokok ligája beharangozó. Azt a minden. Ez ami újítás, hogy eddig is volt? Az vagy nem tudom, mert már vagy... 3-4 FIFA után, amit szerepeltem a BL-be, úgyhogy... Úgyhogy ez jó kérdés. Na. Lance Wright. 18 éves, 58. Jól van. Kukázzuk. Ja. Minden jó. Minden jó. Lébb-utóbb elfogynak. Na szóval... Ezeket átállítjuk recovery-re. És reménykedjünk. Na, Charlie Patino. Beszélgessünk a fizetésről. Tanultam a hibámból, de... Azért beszélgessünk a fizetésről. Fél év az most jó. Második fél évre vigyék. 67-es már Patino, tök jó. Na. Ajj, de jó, de jó, de jó. Na. Szuper, már csak Patinoval kell megegyezniük. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Na gyerünk, gyerünk. Lokonga. Athletic Bilbao? Vagy nem? Na. Nézzük. Itt is egy kicsit beszélgessünk a fizetésről. Negyvenezernél ott már azért annyira nem mindegy. Jó, elfogadjuk, elfogadjuk, elfogadjuk. Nem kockáztatunk, elfogadjuk. Kár, hogy csak télen fognak csatlakozni. Idaho. Na, Huesca. Hát ott nem tudom, mennyit játszana egyébként. Mert ez most első osztályú csapat, nem? Vagy már nem? De közben mind lenyomtunk egy szezont, úgyhogy a fene se tudja, hogy most kiestek, bennmaradtak, feljutottak. Na. Jó. És akkor... Nézem, hogy... Bellerin fejlődött! Bellerin. Szuper. Szuper, szuper. Valaki más? Esetleg még? Nem látok olyat. Na, nézzük már most a Huesca, az hol szerepel.
Másodosztály, jól van. Ez úgy már tetszik. És izét nézzük meg. Jaj. Richarlisont. Ó, ő az Atletico-ba van. Aha, aha. És Calvert-Lewin. Most már kíváncsi vagyok egyébként. Ő meg a Milánba. Aha, akkor azért nem játszottak. Hát jó. És még... Menjünk át a fizetésekhez. Vagy fizetések, szerződésekhez. Ú, Bellerin pont most fejlődött, ezáltal nőtt a értéke is, és így a bérigény is gondolom. De még most próbáljunk vele hosszabbítani. Mielőtt még jobban nőne. Na. Jó. Kettő, jó, akkor ezt átcsináljuk háromra, mit szóltok hozzá? Bámulatosan jó. Nem kell kivásárlási ár. Na, mi legyen? 70 ezer, és... Kapsz hozzá 500 ezeret, ez tök jó, nem? Ó, de jó, boldog mindenki. Jó, van még itt Torreiránk. Vele is gyorsan hosszabbítsunk, mielőtt fejlődne. Na. Jó, elfogadjuk. Nem kell izgulni. Nem kell izgulni. Ő is forgatta ezt folyamatosan, és játszani fog igazából. Négy esetleg. Belefér, belefér. Nagyon jó, nagyon jó. Nem kell kivásárlási ár. Fizetése... 80 és te is kapsz egy 500 ezeret. Ú, mi ez a zongorázás? Nagyon idegesítő. Jó, sok aláírási bónuszt adhatok, ha így elfogadják. Na! Aubameyang-gal várjunk? Vele várunk, de csak decemberig. Hogyha esetleg lejjebb fejlődne, 82-re, akkor már most is lejjebb akarom venni a fizetését, de hogyha lefejlődik 82-re, akkor még lejjebb tudnám venni valószínűleg. De csak decemberig várunk. Mert utána januárig várnánk, utána már köthet másokkal előszerződést, úgyhogy azt meg nem kockáztatjuk meg, de most várunk. Jaj, tényleg egyébként. Edzésterv. Hogy állunk? Hogy állunk, hogy állunk? Nem akartok fejlődni? Ez elég szomorú. Kapjátok meg össze magatokat. Na nézzük. Igen, igen. Átrakjuk erre? Helyezkedés az azért fontos. Nézzük meg ezt, hát ha segít valamit fejlődni, bár nem hiszem. És Ramsdale-t se értem, hogy itt... Miért nem fölfele nyilacskák vannak? Tehát értitek a... Ilyen fölfele nyilacskák, nem értem. Ez elég érdekes, hogy őszinte legyek. Hát mindegy. Jó. Tavares, neki állítunk be. Na,
Nézzük csak. Igen. 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 Hát... talán ez. Nem? Hülyeség. Nem úgy, vagy nem ezt akarnám, mert azt akarnám, ami a gyorsaságát is növeli, de hát itt meg vízszintes vonalok vannak, hogy nem fog nőni. Úgyhogy ezt rakom be. Tavaresnek. Jó, jó. Sally Bank jelenleg, amíg még itt van. És nem kölcsönadva. Nézzük meg őt is. De jó, bárhogy formálhatom szinte. Talán ez tetszik, nem? A szimpi. Vagy ez. Ez se rossz, ó, jaj. Sőt, ez még lehet jobban is tetszik, ajjaj. Ajjajjaj. Mindegyik vonzó. Mondjuk itt a gyengébbik láb is fejlődhet. Erő, igen. Jó, én most ezt rakom be neki. Jó, jó, jó. Hummel, ez fejlődik lefelé, hát most mit kezdjek vele? Hozzá nagyon nem tudok mit csinálni. Az a baj vele, nem tudok mit kezdeni. Beljerin. Neki ez kéne. Ez kéne egyértelműen, úgyhogy a többit meg se nézem. Érdekes, érdekes. Nem, ezt fogom. Jó. Na, nézzük. Igen. Jó, ez így szimpatikus. Téged eladunk majd. Jó. Torreira, barátom! Mi újság veled? Ez egyértelmű szerintem. Genduzi! Jaj, de jó. Téged is beállítunk. Na, kérdés veled mi legyen? Ez itt a nagy kérdés. Hát ezt a utolsót én annyira nem akarom. Ezt én annyira nem szeretném. Esse. Érdekes. Hm.
Hát nem is tudom. Talán... Talán ez. Busquetszel nem tudom mit kezdeni. Jó. De eladjuk úgy is. Na. Haladjunk, igen. Igen. Hát... nem is tudom. Ugye elgondolkodtató. Hiába választom ezt, hát a gyorsaság nem is fog fejlődni. Az a baj. Ez itt a probléma. Na nézzük, hogy áll most egyébként a... Jaj. Nem tudom, mint egy kicsit kijövök. Megnézem a statjait. Jó. Jó. Pedig most ezt kéne. Na mindegy. Smith. Lássunk téged. Igen. 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 Ez mit szólsz? Jó lesz ez? Tetszetős? Jó legyen ez. Az íz. Na. Szerintem ez már ez lesz. Vagy nem? Jó, ez esélytelen. Nehéz döntés. Ezt kizártam. Mi legyen veled? Ajjaj. Fú, de nehéz ügy, srácok. Lehet neki is playmaker kéne? Jó, legyen. Csírjen, jó. Patino. Aha. Igen. 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 Na, melyik legyen a két alsó közül? Ball winning midfielder vagy? Central. Lehet megbánom, de legyen ez. Blanco. Blanco. Igen. Igen. Aha. Tök jó. Ez. Jó. Haladunk. Jó. Lingard most annyira nem érdekelsz.
Jó, akkor nézzük, Zahang sérül, de ő be is van állítva. Nelson. Na. Ez is még gondolkodós, igazából. Ez nem olyan rossz, azt hiszem. Hőha. Ez kéne, nem? Szerintem ez jó lesz. Jó. Traoré, jaj. Na, friss kis igazolásunk. Aha. Aha. Lehet ezt kéne? Nem? Vagy nem? Itt a shooting az azért... Itt nem sokat fejlődik. Itt a shootingot azt rendesen feljebb vinni, ami nem lenne baj. De azért a dribblingen is kéne... Ez így nem. Na mi legyen? Ez a supportos vagy? Ez a inverted. Igen. Legyen ez? Jaj, hova jöttem? Jó, de rámentem erre. Fantasztikus. Balogun megvan. Nagyon gyorsan még őt is megcsináljuk. Na nézzük. Ez tetszik igazából. De azért nézzük csak a többit is. Mit túl sokat ad a passzra végül is. Lehet ezt kéne. Vagy ezt. Nem, ez jó lesz. Mobile Striker. Jó, végre készen is vagyunk. Na, srácok, remélem, hogy tetszett. Innen fogok legközelebb folytatni. Sziasztok!